Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen vezetést szereztünk így mindjárt az elején. Én úgy gondoltam, hogy ez nagy lökést adhat a csapatnak. Sajnos ez pont az ellenkezője sikerült, hiszen 2-1-re az ukrán csapat vezetett. Hatalmas egyéni hibákból kaptuk a gólokat. Végig kapaszkodnunk kellett, ez sikerült is, de az utolsó gólt, további jutás jelentő gólt sajnos nem sikerült megrugnunk. Sajnálom, bár azért van bennem egy hatalmas hiányérzet, nem csak a mai meccsel kapcsolatban, hanem az egész tornával kapcsolatban. Szerintem ebbe lehetett volna egy kicsit több, nem is kicsit több, de továbbítás biztosan. Szomorúak vagyunk, én nagyon szomorú vagyok. Azt el kell mondom őszintén, hogy én sokkal többet vártam a csapattól, igaz, voltak problémáink. Ugye sérülések, kiállítás ugye a mai mérkőzésen, de azért nem gondolom azt, hogy mi voltunk a leggyengébb csapat ebből a négyes tornából. Szerintem nagyon szoros volt a meccs, és persze próbáljuk, hogy kinyitani a meccset, amikor vezetünk, de sajnos nem tudtunk. És utána hát kaptunk az gólokat, és ez már próbáljunk, hogy szoros lesz a meccs, és végén tudunk nyerni, de sajnos nem sikerült. Szerintem nem tudok valami rossz mondani a játékosoknak, mert szerintem mindenki, aki volt a pályán és a pályán kívül is, a maximalizálnak, a legjobb próbálnak, és sajnos, hát igen, jó játszottunk nagyon Benfica ellen, jó játszottunk a Galati ellen, és kim vagyunk, akkor nagyon-nagyon szomorú persze mindenki, de hát ez van, és ez most a szezonban van egy nagyon fontos bajnokság, ez kupa, ami akarunk nyerni, ezt majd próbáljunk reagálni, mert nagyon nagy pofon, ami kaptunk a mai nap.